Üdvözlök mindenkit, aki a kevés számban, de itt helyben meg tudott jelenni, és remélem, hogy egyébként milliók néznek minket az interneten keresztül. Rasznai Csaba vagyok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kiberbiztonsági Kutatóintézetének a intézet vezetője, és én kaptam azt a nagyon kedves meghívást, hogy legyek a ma délutáni utolsó kerekasztal beszélgetés moderátora, melyet Tari Anna Máriával, Kis Tiborral, illetve Villányi Gergővel fogunk lefolytatni, és arról fogunk beszélgetni, hogy a kibertér milyen hatással van a gyerekekre, jóra vagy rosszra, de mielőtt nagyon belemennénk ebbe a kérdésbe, egy gyors bemutatkozó kört, hogyha kaphatnánk, mert én ugye ismerem mind a három szereplőt, remélem, hogy a nézők is, de azért ez a biztos. Anna Mária. Én Tari Anna Mária vagyok, pszichoanalitikus pszichoterapeuta. Most már így nem is tudom, 12-13 éve foglalkozom azzal, hogy a személyiség milyen változásokon megy keresztül, főleg a közösségi média, de hát az internet vagy az online tér, online élettérré válása következtében. Ezt sokszor szeretem leírni, és főképp szeretem elmagyarázni előadásokban, ami egy intenzív gondolkodás eredménye, ami azt gondolom, hogy még mindig egy olyan szakaszban tart, ahol azt gondolom, hogy a szülőknek, a tanároknak nem lehet elég segítséget nyújtani ahhoz, hogy álljanak helyt így ebben az átmeneti korszakban. Köszönöm. Gergő? Te Villányi Gergő pszichológus vagyok, és egyik szakterületem a úgynevezett digitális pszichológia, és nagyon örülök, hogy Tari Anna Máriával lehetek egy kerekasztalon, ugyanis az ő könyvei voltak az első inspiráció, ami ebbe az irányba vitt engem, és utána kezdtem a külföldi szakirodalmat és az összes többit is így hozzárakni, nagyjából olyan 6-7 éve. Nekem mindig is az volt az egyik alapvető kérdésem ebben az egészben, hogy ez visszavezethető az a kérdés az, hogy hogyan bánunk egymással, hogy ebben a térben is ugyanúgy emberek találkoznak, ebben a térben is azokkal az emberekkel vagyunk kis túlzással körbevéve, akikkel hétköznap találkozunk, vagy akivel akár egy buszmegállóban is összetalálkozhatunk. És hogy miért alakult ez úgy, hogy az online tér megváltoztatja a viselkedésünket, megváltoztatja az érzékelésünket, az érzelmeinket, és még nagyon sok mindent. Úgyhogy ezért is tartom ezt egyébként egy nagyon érdekes témának, mert ez már annyira benne van az életünk minden szegmensébe, szegletébe, minél inkább fiatalabb generációkról beszélünk, annál inkább, hogy ezzel egyrészt tudatosabbá kell válnunk, és ki kell alakítanunk egy olyan közös teret, ahol lehetőleg minél kevesebb súrlódással tudunk együtt lenni. Tibi. Köszönöm a szót, és csatlakozom, én is Anna Mária könyvein nőttem fel, és ő is inspirált engem. Szóval, hogy most nagyon összejöttünk. Én Kis Tibor kriminológus vagyok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kriminológia tanszékének oktatója, és a Kiberbiztonsági Kutatóintézet tagja. Én a kibertér kriminológiájával foglalkozom kicsit, a kriminológiai viselkedés típusokkal. Különböző területeit vizsgálom, vannak áldozati karakterek, amelyek irányában néha elindulunk, és vannak különböző korosztálybeli kriminális jelenségek, amiknél kicsit mélyfúrást végzünk, és manifesztáljuk az okokat, a körülményeket. Nyilván az új tér és annak hatása is nagyon meghatározó a kutatásainkban. Most legutoljára a dark web marketet kutatjuk, és arra próbálunk rájönni, hogy az emberek miért vásárolnak kábítószereket a dark webben. Ezzel is feltárva azokat az emberi attitűdöket, amelyek különlegesek, és még mindig az emberi tulajdonságokhoz kapcsolódnak. Szóval a kibertér kriminológiája számunkra egy új terület, és ezen belül mindennel foglalkozunk, tehát mindenevők vagyunk. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm, és ugye alapvetően gyerekekről, illetve a kibertér hatásáról beszélünk, de amikor gyerekről beszélünk, akkor egy kicsit kiterjeszteném, és egy fiatal felnőtteket is belevenném az első kérdésbe, amit Anna Mária felé fogok küldeni, hogy sokat halljuk manapság azt, hogy van olyanunk, hogy Z-generációnk és alfa-generációnk. Én ezt kicsit úgy érem meg, vagy úgy látom, hogy van egy olyan generációnk, akikre így gyerekkorukban rászabadítottuk az internetet és a digitális szolgáltatásokat, a közösségi hálózatot, Tinderestől, Instagramostól, mindenestől, és mintha lenne egy olyan generáció, ez az alfa generáció, aki viszont úgy nőtt föl, úgy nevelkedik, akiket, mintha elkezdtek volna foglalkozni a szülők és a pedagógusok azzal, hogy ez az internet ez nem csak az a nagyon szép dolog, hanem ami valami veszélyes is lehet benne.
Mit kell tudni az éről, mit kell tudni az alfáról, mit tudunk most ezekről a generációkról? Az Z-generáció a 95 utáni, az alfa pedig a 2005 utáni korosztály. Előttük van az Y 82-es születéssel. Azt érdemes tudni, hogy az ő szülői generációk az X, az a nagyszülői a baby boomer, hogy a generációs felosztás, bár sokan sokféleképpen szeretik definiálni, de mondjuk én a generációs kohorszokban gondolkozom, ami azt jelenti, hogy ezek az életkori sávok egyébként úgy alkotnak generációs csoportot, hogy az egy adott időszakban születettek társadalmi, kulturális média használata, internet használata, tehát amilyen ilyen típusú jellemzők mentén csoportokat lehet alkotni, úgy alakulnak és formálódnak a kutatók által Z-nek, alfának nevezett lényegében generációk. Tulajdonképpen az Y az első hibrid, aki a könyves polcok alatt születik, de már a Web2-ben nő fel, és az Z-generáció most 20 évesei, mondjuk a 95-ös, akkor most 25 kb., aki már kint van a munkaerőpiacon, és azért már ő rá igaz, mondjuk Sherry Turkle, amerikai kutató egy ilyen mondása, hogy a harmadik kezükben ott van az okos eszköz, és az alfa generáció 2005 után, aki már abban a szituációban van, hogy az óvodapedagógiai kutatásokban az látszik, hogy Magyarországon is az egy-másfél éves korcsoportban gyakran a gyerekek 10-15-20%-ának van okos, saját okos telefonja. Szóval, hogy ez egy eszközökkel való ellátottság elég nagy számban, amihez képest egy két évvel ezelőtti eredmény azt mutatja, egy pici mini pilot kutatás, hogy azért a szülők informáltsága az kicsit kisebb. Ez pedig egy veszélyes kategória, hogy több az eszköz, mint a róla való tudás. Különösen azért, mert én higgyék el, őszintén hiszek a szülői felvilágosításban, iszonyú mennyiségű előadást tartunk, azt gondolom, mindahányan, akik ezen a területen vagyunk, de én úgy gondolom, hogy a szülő általában háromféle módon reagál, vagy lelkesen ott ül az előadáson, mert abszolút ugyanúgy gondolja, és halad a mindennel, és nem neki kéne az előadást hallgatni. Egy másik az, aki kicsit irritált, hogy mit piszkálják ezzel, amikor az ő gyerekének is van, és akkor nincs is ezzel semmi. És a harmadik csoport, aki kifejezetten ideges lesz azért, mert rémizgetik. És ilyenkor nyilvánvalóan klinikumból jövök, sőt a mai napig ott vagyok. Hát persze, tudom én, hogy egy szülő megijed, hogyha droggal, bármiféle devianciával kapcsolatban felmerülhet a gyereknevelés, amiben ő is beletartozik. Minden szülő tart a veszélyektől, de hát nem lehet mit mondani. Ebben a 21. században ez az iparág elöntötte a világot. Az iparág előállítóinak a gyerekei 14-16 éves korukig nem kapnak okos eszközt a kezükbe, az összes többi okos felhasználó pedig megveszi saját magának és a gyerekének is, és lesz ebből egy érzelmi és szociális kérdés. Tehát nagyon egyszerűen meg lehetne oldani, ha egy világkonszenzus alakulna, hogy 16 éves kor előtt nem kapnak eszközt, és akkor mindenki visszakapná a szép lassú gyerekkorát, amiben a személyisége nyugodtan fejlődhetne. De hát azért ezt most így kicsit nehéz elképzelni. Így marad az, hogy a generációk eltérő elöntöttséggel találkoznak, és nyilván így akkor az sem lesz mindegy, hogy a személyiség érettségi fokán, vagy az idegrendszer, központi idegrendszer mely érettségi fokán kell lényegében az érzelmi apparátus felkészületlenségével kezelni az információ dömpinget, szinte lehetetlen. Gergő, következő kérdés az hozzád irányulna, és nagyjából úgy szólna, hogy az egyik leggyakoribb kérdés, amit ugye a boomerek föltesznek ezzel a Z-alfa generációval, hogy bezzeg a régi szép időkben, amikor még mindenki, ugye adtunk neki egy kavicsot, meg két botot, és eljátszott vele. Amikor még tudtak unatkozni, amikor még könyveket olvastak. És bezzeg ezek a mostaniak. Valójában szerinted van-e értelme egyébként a felosztásnak, ami most történik ezekkel az Z és az alfa generációval? Ez most rosszabb, mint ami korábban volt? Vagy lehet, hogy éppen jobb, vagy egyszerűen csak más? Átalakul a társadalmunk ezek miatt, a digitális eszközök miatt, ránk kényszerítik egyáltalán a fiatalok, ránk öregebbekre, hogy használjuk ezeket? Milyen hatása lesz ennek a Anna Mária által is kifejtett eszközhasználatnak véleménye szerint? Igen, tehát szerintem ott tartunk, hogy az a rosszabb is, jobb is, meg más is.
Alapvetően én úgy látom, hogy elsősorban nagyon jó, hogyha generációk tudnak egymással kommunikálni, mert egy nagyon jó információ csere indulhat be. Az a tapasztalat, ami mondjuk egy 40-50 évvel ezelőtti gyermekkorról szól, vagy bőkorról, vagy fiatal felnőttkorról, az nagyon valid a mai napig is, egy csomó mindenben, például párkeresés. De ugyanígy valid az, hogyha valaki mondjuk ezt online téren teszi, és alapvetően tisztában van egy csomó olyan dologgal, ami őt ebbe befolyásolja. Ami szerintem nagyon nehéz kérdés az, amiről egyébként itt a szünetben is beszélgettünk, amit a Social Dilemma nevű dokumentumfilm is, ami egy hete jelent meg, másfél hete, nagyon jól megvilágít, hogy ez nem feltétlenül csak rajtunk múlik. Tehát létezik olyan, hogy addiction by design, tehát hogy függőségre terveznek bizonyos programokat, olyan részeket építenek bele, olyan funkciót, olyan keretet adnak neki, ami valamilyen úton, módon hat ránk, és például az agynak a jutalmazó központját ingerli, piszkálja. Mert mondjuk, ha jön egy értesítés egy telefonon, akkor nem tudjuk, hogy a szerelmünk éppen bevallotta, hogy ő is éppen itt tart, és jaj, de jó nekünk, vagy egy teljesen bagatell, semmi információtartalma nem bíró értesítés jött. Tehát kicsit olyan, mint egy karácsony ajándék, fogalmunk nincs, hogy mi lesz benne, viszont az agyunk úgy kezeli, hogy egy kis ajándékcsomagot kaptunk, és ezáltal is reagál, ezáltal rávesz minket arra, hogy ez jó, erre figyelni kellene. Ezzel kapcsolódik össze például egy hasonló dolog, mondjuk a fantom vibrálás, a fantom rezgésnek a jelentősége, az is az elmúlt évtizedben lett egyre erősebben megfigyelve. Régebben olyan orvosoknál látták, akik ilyen személyi hívóknál rendelkeztek, és akkor nap mint nap használták, rengetegszer el kellett őket érni. Ma viszont már a hétköznapi ember is szinte bármikor találkozik ezzel a jelenséggel. És hogy a generációkkal kapcsolatban, nekem az a feltételezésem, hogy azért a fiatalabb generációnk kicsit nehezebb dolga van, sokkal nagyobb információ szakad rájuk. Én beszélgettem 8-9-10 éves kisgyerekekkel, ahol konkrétan mondjuk azért taszították ki őket egy osztályközösségben, mert nem játszottak egy mobilos videójátékkal, és nem tudtak úgy beszélni róla, vagy megmutatni, hogy ők éppen hol tartanak, mit csináltak aznap. Tehát, hogy ilyen hatásai mindenképpen vannak, és ez teljes mértékben társadalmi jelenség, egy olyan helyzet, amivel a társadalom egészének, most itt a döntéshozóktól kezdve a tech cégekig, a szülőkig, mindenkinek valamilyen módon bele kellene állnia, mert az az irány, amit ez vet, ez hát kis túlzása kontrollálatlanul zajlik, akár emberkísérletnek is lehet nevezni, és még talán nincs is ebbe túl sok rossz indulat, mert jelenlegi módon, ahogy nagyon sokan ránéznek erre a helyzetre, én még mindig találkozom olyan véleményekkel, hogy az egész online világ, ez a digitális tér, ezt ki kell kapcsolni, le kell tenni a telefont, és megszűnt. Na de ezt mondani olyan valakinek, akit mondjuk iskolába piszkálnak, és utána kizárnak egy mondjuk egy messenger csoportból, vagy így ráírosgatnak, meg beregisztrálják mindenféle helyekre, azt mondani neki, hogy ez már őt nem éri el, mert kikapcsolta a telefont, az egész egyszerűen nem igaz, mert a sérülés, a trauma az már megtörtént, és azáltal, hogy ezt valaki mondjuk elbagatelizálja, nem veszi figyelembe, nem veszi észre, hogy ennek mekkora súlya van, ezzel még egy sérülést okoz amellett, hogy az illető, az a gyerek gyakori esetben már rosszul érzi magát. Nekem az a véleményem, hogy a legjobb hozzáállás az talán a kíváncsiság lenne, mert az letagadhatatlan, hogy az online térnek vannak jó oldalai, vannak akár kényelmi funkciói, akár embereket összehozó vagy összekötő részei, vagy akár a gyorsasága is valamikor hasznos nekünk. Ezt a konferenciát is például egy csomóan nézhetik online, akit ez érdekel. Szomorú lenne, ha rengeteg ember ki lenne ebből zárva, csak azért, mert most ilyen szabályozások vannak. Viszont vannak olyan veszélyei, olyan nagyon súlyos következményei, és jó, hogy a kérdésbe belefogalmaztad, hogy társadalmi szintű, tehát nem egyénre, hanem társadalomra ható, tehát hatásai, amikkel viszont el kell kezdeni foglalkozni, beszélni kell róla, minél többet fel kell ismerni, és tényleg meg kell húzni azokat a határokat, ahogy Anna Mária is említette, amik adott esetben egy droghasználatnál, vagy alkoholfogyasztásnál, autóvezetésnél nagyon is életszerűek, és nagyon is egyértelműnek tűnnek, mindenki elfogadja. Jó eséllyel itt is valami hasonlóra lenne szükség.
De egyébként, ha már a gyerekek biztonságáról beszélünk, ugye a kibertérben a kollega, mekkora a baj. A Tibor még nyáron lekérte egy nagyon részletes statisztikát arról, hogy mennyiben érinti a gyerekeket és a fiatalokat a kibertérbeli bűncselekmények a száma. Remélem azóta volt időd legalább a számokat átnézni. Mi volt ugye az első ránézésre a véleményed ezekről a számokról? Köszönöm a szót. Hát változott a statisztika. Azt lehet látni, hogy egy generáció most beérett. Tehát ahogy Anna Mária mondta, hogy azt hiszem az Y generáció elérte a 25 éves korosztályt. És ez a statisztikák is elég jól látszik, hiszen vannak olyan kriminális mintázatok, amelyek a mostani 18-25 éves korosztályban kicsit felerősödtek. Sőt, a fiatalkorúak korosztályában is felerősödtek. Szóval lehet látni azt, hogy azok a úgy fogalmaznak, hogy devianciák, vagy bűncselekmények, enyhébb bűncselekmények, mert korábban a felnőtt korosztályra voltak inkább jellemzőek, és kötődhetnek most a kibertérhez, az most a fiatalkorúak tekintetében megjelentek, bár nem olyan nagy számmal, mert a statisztikai rögzítés még mindig másra fókuszál, ugye a büntetőjogi kategóriákra, de lehet látni ezt a kriminál morfológiai mintát is, hogy a fiatalkorúaknál például a zaklatások száma akár áldozati, akár elkövetői oldalon kicsit megemelkedett. Bár azt nem rögzítik a statisztikákban, hogy ez konkrétan kibertérhez kötődik-e, de ha részletesebben utána nézünk, már utána néztem a történeti tényállásoknak is, igen, kötődik. Tehát nagyon sok zaklatás például kötődik a kibertérhez. Ez emögött van. Szóval lehet látni ezt, hogy pont egy generáció kezd kiérni, és a kriminalitásba is belefutni. A gyerekkorúakról, az elkövetőkről nagyon nehezen rögzítenek statisztikákat, ez nehezen látható, és itt van is egy óriási látencia. Szóval ott is jelennek meg deviáns magatartások, normasértő magatartások, de még nem láthatóak ezek konkrétan a kriminális statisztika területén. A gyermekeket veszélyeztető, illetve a kriminalitást, ha ezt tesszük alapul, nekem jó néhány olyan kifejezés jut eszembe, ami egyébként az információs társadalomhoz köthető. Az első például az offline-online normakompatibilitási problémák. Tehát ami azt jelenti, hogy amit az online térben lehet, azt az offline térben nem. De ugye ez a fajta tudatosítás még főként az újaknál még nem igazán, tehát ez a váltás még nem igazán jött elő, és ez fordítva is így van. Ilyen például az elbizalom szerepköre is, tehát egy teljesen más bizalmi struktúrával működnek például az áldozati karakterek gyermekkorban és fiatalkorban, mint amilyenek mi voltunk még offline szintéren. A harmadik a nyilvánosság megváltozása nyilván, ez egy teljesen más szintér, és most érzelmekről is beszélhetünk, hogy ezen a téren én azt látom, hogy azok a fiatalok is hajlandóbbak kifejezni a negatív érzelmeiket, akik ezt mondjuk korábban egy offline szintén, vagy offline szintén, a hagyományos szintén ezt nem tették meg. Tehát sokkal több például az agresszív megnyilvánulás. Itt van például a fiatal identitáskereső fiúknál, lányoknál a bosszú, a féltékenység, a harag, a dühharag, az irítség. Tehát ezek talán olyan agresszió érzelmek, melyek az online szintéren előbb megjelennek. És előbb lehet látni a mintázataikat is. Nagyon érdekes kutatás volt az, amikor azt néztük, hogy egy párkapcsolati erőszakban az agresszió iránya most hogy helyezkedik el, és ott igenis több volt például a női kezdeményező, a női agresszor. Tehát ez egy teljesen más tér, és máshogy fejeződnek ki az érzelmek is. Szóval a kriminalitás tekintetében egy óriási változás történt, másra kell odafigyelni, viszont nem hagyható ki belőle az offline szintér, mert akkor a legsúlyosabb igazából, akkor válik markánsan hatásossá, hogyha ez a két szintér együttműködik. Szóval látni azt, amit Anna Mária mondott, és most jelenik meg az a korosztály, akik már azt hiszem úgy írtál a könyvedben, hogy benszülöttek, tehát akik már beleszülettek ebbe a korba. Ugye a generációs váltással kapcsolatban ezt a social dilemmát szerintem nem nagyon tudjuk a mai beszélgetésben nem idézni egy párszor. Nekem az egyik legérdekesebb, nyilván ismert, de nagyon érdekes példa az volt, amikor azt mondták, hogy amikor megjelentek a közösségi oldalak, ahol a kinézet nagyon fontos volt, akkor ezzel párhuzamosan megjelentek azok a késő tizenévesek a plasztikai sebészeteken, akik úgy szerettek volna kinézni, mint ahogy a profilképük kinéz. Ebből nagyjából azt a következtetést mondtam le, hogyha nem kiberbiztonsággal foglalkoznék, akkor szeretek pszichológus lenni, mert úgy néz ki, hogy a következő évtizedekre mindenkinek lesz munkája. De hogy mi a ti tapasztalatotok? Mik azok a generációk, vagy eznél a generációnak megjelenő jellemző jelenségek, amik korábban mondjuk nem voltak jelen itt Magyarországon?
Hát azt nem tudom, hogy itt Magyarországon, de mondjuk, ha egy kicsit közben csatlakozhatom, akkor ahhoz képest, hogy az internet, vagy a közösségi tér, közösségi média tere, az egy olyan szabad dolognak tűnik. Ahhoz képest nő a kriminalitás, sokkal fokozottabb az agresszió, és a trendek is nagyon gyorsan alakulnak. Ez többek között azért van, mert ez egy idea. Valójában a közösségi médiában azok a terek, ahol a kiskamaszok, kamaszok és tinédzserek együtt vannak, nagyon zsizs zárt terek. Nagyon sok olyan kutatás, amelyik azzal foglalkozik, hogy az online zaklatás, a bullying hogyan formálódik vagy alakul, azt mutatja, hogy hát nyilvánvalóan zárt térben hamarabb lögybölődik az indulat, és eszkalálódik agresszióvá, és hogyha azt nézzük, hogy az online terekben a tinédzserek miért bántják ennyit egymást, akkor erre klinikusként azt lehet mondani, hogy mert egyszerűen össze vannak zárva, a szabadulás lehetősége nélkül egy olyan korszakban, amire azt mondjuk, hogy a legszabadabb információs korban élni, mert bármi lehet, és bármit megvalósíthatsz. És akkor azért ugye, amikor érzékelheti mondjuk egy felnőtt, hogy amúgy ez nettó hazugság, mert nem, az ember nem tud bármi lenni, az ember pont azt tud lenni, amit megtanul, vagy amihez ért. Ugye a realitásban tesztelt képességekhez kell mérni a kitűzött célt, mert különben egyáltalán nem fogom elérni. Szóval azt gondolom, hogy most ezekben a terekben a szabadság égisze vagy ígérete alatt a tinédzserek egyre jobban összecúfolódnak. Szóval olyan csoportokba verődnek, amely csoport egy másik nagyobb csoportot kezd követni. Ugye ma a legtrendibb csoport, vagy a legnagyobb, legkomolyabb trendek közvetítői, ugye azok az influencer csoportok, amelyeknek a hatása, az érzelmi hatása nagyon-nagyon erős. Az utóbbi amerikai adatok szerint még az Y-generációban is a vizsgált csoportoknak mondjuk a 40%-a tudja azt mondani, hogy a követett influencereit közelebb érzi magához, mint a barátait. Most ebben az értelemben az influencerek által diktált trend az nagyon hamar lecsorog, és egészen könnyen napok alatt átváltoztatja egy tinédzser csoportnak mondjuk azt a vonalát, amit úgy érez, hogy követni kell. És ebben nyilván sokat számít, hogy az információs kor a képernyő használat miatt valójában a vizuális szcénát állította elő, míg az X és az Y generációnak is, tehát a mai 30-40-eseknek a gyerekkora az még verbális, mert mindenkinek a szája járt, és hogyha volt papír alakú fényképe, akkor ezt így megmutatta, de egyébként nem nagyon tudott mit csinálni. A nagyon menőknek volt videója, és akkor azt is meg lehetett nézni, de egyébként nem gyártottunk magunkról naponta 35 szelfit, sőt, kicsit fura lett volna, ha valaki besétál a cukrászdába három spáros szatyorni saját fotóval, és azt kirakja a kávé mellé. Ugye picit látszódott volna az a narcisztikus működés, amit ma a társadalmi normatíva beemelt a teljesen elfogadottak közé, hogy miért nem mutathatnám meg 53 darab remek szelfimet, ahol kisatíroztam a szememet. Ugye, szóval, hogy mindent lehet nézni úgy, hogy a trendkövetés a tinédzserkorban az nyilván életkori sajátosság, de az, hogy a trend hogyan alakul, azt nagyobb influencer csoportok sokszor befolyásolják. Így lehet eljutni odáig, hogy már azért nyilván fiatal férfiaknak is van iga a nyakában, mondjuk a melli app, amivel lehet csinálni kockás hasat. És akkor látjuk, hogy nem csak a lányoknak kell szépen kinézni, hanem már egy 13 éves fiú se engedheti meg, hogy egy 13 éves fiú alakját hordozza magán, mert egyszerűen hát ilyen nagyon múltszázadi. Te, és ha már ebből a dokumentumfilmből indultunk ki, ugye ott is mutatják, és szerintem én legalábbis azt feltételezem, hogy itthon se feltétlenül sokkal jobbak, vagy a világban máshol se sokkal jobbak a statisztikák, hogy mennyire megnőtt a szorongások és a depresszióknak a száma, és nem csak hogy a tinik között, hanem a pre-teenager korban is, tehát az ilyen tehát ott is érezhető, mert hozzáférnek ezekhez a felületekhez, hozzáférnek az okos eszközökhöz, és ott vannak a kortársak. Tehát ebben nagyon vastagon benne van a kortárs nyomás is, erről ugye már beszéltünk néhány szót,
És például, amit említettél is, a Snapchat dizmorfia, tehát hogy úgy szeretnék kinézni, ahogy a influencerek a jó kis digitális illúziókkal, meg filterekkel, meg mindenhogyan összerakva. Tehát, hogy ez is már nem az, hogy hallunk néha ritka esetekről, vagy azt hiszem maláziai lányról, aki megszavaztatta az öngyilkosságát Instagramon. Tehát ezek valamilyen szinten kiragadott és nagyon erős esetek, viszont van egy olyan társadalmi változás, ahol az online szokások, online trendek elkezdenek átmenni az offline-ba, ami azért arra is figyelmeztet, hogy például mi van azzal, hogy az Instagram egy nagyon vizuális terület, egy nagyon vizuális tér, nagyon azt üzeni, hogy tökéletesen kell kinézni, és mondjuk akkor a testképzavarok milyen mértékben kezdtek el kialakulni, és hány éves korban. Tehát amikor már 9 éves kislányok arról mesélnek, hogy azért tudnának egy kicsit ők jobban is kinézni, meg azért azzal a ruhával, vagy azzal a nem tudom kinézettel nem biztos, hogy azt a képet föl kéne tölteni Instagramra, vagy bárhol máshova. Ez egy nagyon fura dolog, de ugyanilyen hasonló, ha már a Snapchat szóba került például az, hogy az a szolgáltatás, hogy mondjuk én küldök egy képet, és azt elvileg 10 perc vagy 10 másodperc múlva letörli a rendszer, az nagyon szépen hangzik, de biztos vagyok benne, hogy rengeteg applikációt lehet találni, ami segíteni fog egy képernyőmentést csinálni erről. Tehát magának a titoknak, vagy az intim információknak, és ez nem egyáltalán nem feltétlenül szexuális, lehet, hogy egy baráti beszélgetés, vagy egy olyan dolognak az elmesélés, hogy ki tetszik nekem éppen az osztályban. Tehát ennek a kikerülése, ennek a nyilvánosság elétárása, most akár véletlen, akár akarattal, megint csak azt mutatja, hogy itt mondjuk már a bizalom az, ami amennyire megváltozott. Vagy nagyjából 5-6 éve volt, lehet, hogy kicsit korábban Amerikában egy kutatás, ahol az egyetemista, vagy pár évvel fiatalabbaknál azt figyelték, hogy minél többet használnak okos eszközöket, minél inkább úgymond képernyő monitoron keresztül intézik a szociális életüket, annál inkább kezdik elveszíteni azt a képességüket, hogy érzelmeket olvassanak le, hogy felismerjék, hogy a mindennapi beszélgetésben ezek részt vegyenek. Másfelől viszont nem tudnak, nehézséget okoz már nekik egy párbeszédet fenntartani, és mindezt összefoglalva az empátiás képességük is csökken, mert egész egyszerűen az online térben erőfeszítést kell tennünk, vagy tudatosság kell tennünk, hogy ott is egy emberi érző, emberi lényel beszélgetünk, nem pedig egy monitorral, vagy egy marékbetűvel, meg egy avatárképpel. Tehát ez is mind-mind olyan, amivel kapcsolatban én meg tudom érteni, hogy azok, akik ebben mondjuk belássák magukat, vagy akár ennek a fejlesztésén dolgoknak, miért nem adnak a gyerekük kezébe 14-16 éves korig ilyen eszközöket, és hogy miért mérik fel azt, hogy igazából nem sokat veszítenek, ha kisgyerekekkel kapcsolatban rengeteg szerelőjön az a kérdés, hogy na jó, mondjuk 6 éves korig nem kap okos eszközt, vagy 7-8 éves korig nem kap okos eszközt, de hát akkor lemarad. Tehát akkor nem fogja tudni ezeket az eszközöket kezelni, vagy a programokhoz nem fog érteni. Ez egész egyszerűen nem igaz. Pillanatok alatt el fogja sajátítani, másodpercek alatt átlátja, megtanulja, megcsinálja, és akkor nem futunk bele olyanban, mint amikor vendégségben egy kislány kapott egy magazint, és elkezdte így lapozgatni, nem működött, és elkezdett sírni. Tehát, hogy itt nagyon sok apróság van, aminek egyébként a vetülete viszont szerintem nagyon komoly. Megerősítem, voltam a héten többször is az utcán, senki nem úgy nézett ki, mint az Instagramon. Tibi, itt a... Akarsz ehhez hozzászólni? Mert igen, egy nagyon érdekes tapasztalatot szeretnék elmondani, hogy mennyire egyetértek a kollégákkal, hogy igazából ez a fiatalkorú bűnelkövetők esetében is változott, mert hogy én már régóta kezdtem a szakmát, én rendőrként is dolgoztam, és nagyon nehezen fogtuk meg például a kerékpárlopókat, vagy a gépkocsi feltörőket, vagy a betörőket. Most már igazából nincs nagyon nehéz dolgunk, hiszen a legutóbbi hírek szerint is sok olyan fiatal van, aki elköveti a bűncselekményt, és szelfizik a helyszínen. És nem kell sokáig mennünk, csak felmegyünk egy közösségi oldalra, és látjuk a betörőt, a helyszínt, a lopott tárgyat, és mindent,
amit ő ott a helyszínen művelt. Szóval, hogyha trendekről beszélünk, meg nyilvánosság megváltozására, meg exhibicionizmusról, meg fiatal generációkról, láthatjuk, hogy ez a trend ránk is kiterjedt, és igazából ez csak megkönnyítette a dolgunkat adott esetben. Szóval, hogy abszolút egyetértek ezzel, és én azt érzem, hogy egy picit változott is ez a generáció, talán már az alfáról beszélhetünk, hogy mi korábban az anonimitással volt elképesztően sok problémánk, például a képernyőarc effektussal, meg például a társkereső oldalak látogatásával, tehát anonim, eltakarva olyan vágyakat fejezett ki, ami igazából benne volt. Most igazából a nyilvánossággal van néhány szó probléma. Szóval ez is egy nagyon gyors változás, és igazából nem tudjuk azt, hogy most akkor ez normasértő, nem? Vagy csak egy trend, vagy a trendgyártóknak a problémája, vagy a hibája, vagy onnét fakad ez a dolog. Ennyit szeretem volna csak hozzáfűzni. Köszönöm. Jó, hát megerősítetted, hogy a világ IQ-ja az állandó, csak egyre többen vagyunk rá. Igen. Tehát... Oké. Változunk. Látszik, hogy lesz ebben a generációban egyfajta olyan hiány, például ugye az érzelmekkel kapcsolatos, az érzelmek kifejezése, a társas kapcsolatok fizikai térben való fenntartásának a nehézsége. Ezek meg fognak hosszú ideig maradni? Vagy meg fogják tanulni később? Vagy át fog alakulni tulajdonképpen a társas kapcsolat a következő évtizedekben? Mi a véleményetek? Ha Jean Twenge-t, Sherrytől Kuhlt olvasunk, ők nagyon, nagyon híres amerikai kutatók, nagyon nagy mintában dolgoznak. Jean Twenge legutóbbi kötete az egy 11 milliós mintán alapuló mondjuk következtetéseket ír le, akkor azt lehet mondani, és ez nyilván klinikusként vagy pszichoanalitikusként ezt megerősíthetem, hogy a gyerekek ki vannak téve nagyon korai traumáknak. Olyan pszichés traumáknak, vagy érzelmi traumáknak, amik egyébként teljesen szükségtelen, hogy bekövetkeztek, mert nem a családi minta, vagy nem a korai anya-gyerek kapcsolat, nem az élet hozta, vagy a valós berendezkedés, hanem egy műterméknek köszönheti, és ezt a közösségi médián találta, vagy kapta. Szóval az a baj, hogy a gyerekek az információs kor előtti életben tulajdonképpen egy ilyen normál életben működő filterek között éltek, vagy hát így éltünk. Vagy volt az embernek nővére, vagy bátyja, vagy nem, vagy kipofozta a szobából, vagy nem, vagy él. Tehát hogy nem nagyon lehetett úgy hozzájutni információkhoz, amik nagyon megzavarták volna az ember fejlődését, és működött az, amit a fejlődés pszichológusok úgy hívnak, hogy árnyék, hogy mondjuk 13-14-15 éves koráig egy gyerek tulajdonképpen a saját kamasz közegében a valahány barátjával, meg tök hülye osztártársával, de mondjuk egy max 30 fős közegben létezett a középiskola folyosóján, ebből utált 5-öt, 6-tól egy kicsit tartott, de 2-től lehet, hogy elszaladt volna, de még mindig volt 4, akit szeretett. Szóval volt egy vegyes kép, és nem volt megfélemlített, nem érezte, hogy üldözik. Lehetett barátokkal beszélgetnie, ki tudta alakítani azt a lassú, offline módon, face-to-face helyzetben alakuló képességét, ami aztán az empátiához vezet, hogy megtanul beszélgetni, megtanul kérdezni, megtanulja, hogy mikor, mit lehet kérdezni. És hogy az árnyék az arról szól, én azt szoktam mondani, hogy vegyék elő a tinédzserkori képeiket, vagy a kamaszkoriakat. Nézzék meg önmagukat egy karácsonyi családi felvételen, vagy egy szülőnaposon, hogy pattanásos, síros hajú kamaszként az ember a hanyadik sorban áll, mert kb. A legutolsóban nem áll elől. Nem áll elől, mert bűnronda, minden évvel baj van, és még kicsit büdös is. Szóval, hogy ilyen, tehát úgy, ez az az időszak, amikor az ember nem szeretne látszódni. Na, ehhez képest jön el a vizuális szcénával a közösségi média, és a legnagyobb rivaldafényt biztosítja abban az életkorban, amikor az árnyékra lenne szükség. Így lesz egy 9 éves kislányból gyönyörű sminkelt 16-18 éves, egy édes kisfiúból 13 évesen egy nagyon lezser csávó, aki nem tudom hol lazul éppen. Tehát mindenki elkezdi használni azt a rivaldafényt, amihez sajnos sem az érzelmi apparátusa, sem a központi idegrendszere nem elég érett. És akkor a traumatizáltság az ott következik be, hogy az embernek 10 és 16 éves kora között nagyjából 3 ember indulatára van kapacitása, hogy azt valahogy elrendezze magában.
később sincs túl sokra, tehát az embert nem utálhatja 3000 ember, mert erre ezt nem lehet kezelni, de nem is szeretheti 3000, mert azt se tudja kezelni. Az ember pont egy osztálynyi gyerekre van felkészülve, és a lelke is erre van felkészülve. Tehát az iszonyatos transzparencia és a folyamatos hiperkonnektivitás, az állandó lájkok vagy állájkok jelenléte, az áthelyezte a fejlődés vagy kamaszkornak az egyik nagy menetét, a csendes, háborítatlan árnyék helyett egy olyan kivilágított sugárútra, ahol nincsenek eszközök ennek a kezelésére, tehát törvényszerű lesz az a fajta irritált működés, amiben nagyon sok rosszat, negatív értékítéletet lehet benyelni. És Jean Twengék azt mondják, hogy ha például egy 10 éves kislány napi másfél óránál többet használ közösségi médiát, akkor olyan mennyiségben rivalizálni kezd, úgy kezd, éli át és kapja az irigységet, olyan fokú megmérettetésben van állandóan része, és ő is követi, ami nyomot fog hagyni a személyisége fejlődésén, maradandót. Én azt gondolom, hogy ez nagyon nagy ár, mert ebből most mondhatnám pszichoanalitikusként, hogy nem tud jó kijönni. Egy ilyen 10 éves kislányból 20 évesen hiába fantáziálnánk egy magával elégedett, magával mondjuk így legalább valamennyire elégedett 20 évest, aki egy kicsit bolyong az életében, mert mindannyian turistáskodtunk, és utána később egész jó életet él. Ehelyett az van, hogy 20 évesen megindul a depresszív érzések áradata, a nem vagyok jó semmire, ki vagyok én, elcsúsztatott idejű kérdések. Ezért nem mindegy, hogy ki hogyan kezeli ezt, mert minden túl hamar jön, iszonyú nagy méretekben, felkészületlen életkorban. Gergő, te ugye párterápiával is foglalkozol. Megjelent az utolsó gondolatban, ugye, hogy a 20 évesek, az elégedetlen, depresszív 20 évesek, a Tinder generáció. Érezhető valami változás a fiatal 20 éves generáció párkapcsolati problémáival, vagy párkapcsolati tevékenységével ahhoz képest, mint ahogy mondjuk a 30-asok, 40-esek élték át a maguk párkeresését? Hát az egyik érdekesség az, amikor mondjuk van egy veszekedés, és az kikerül az online térbe, tehát konkrétan kiírja az egyik fél, sajnos általában a hölgy, hogy mi történt, mi volt a veszekedés, miért hibás a másik fél, és várja alá akár a lájkokat, akár a megerősítő, vagy az igazadban, vagy a hasonló hozzászólásokat. És ott ez be is tudja egyébként így indítani önmagát ez a folyamat, tehát hogy ott már kb. A szakítást, meg az árt ki a lakásból, meg mindent lehet ott ajánlgatni. És ez nem csak egy felfokozott érzelmi állapot, ez egész konkrétan, ahogy megfogalmazza a másik fél, ez egész konkrétan egy árulás, mert ehhez még a nagyon szűk baráti körnek esetleg talán van valami köze, vagy lehet mondjuk egy barátnőhöz, baráthoz oda szaladni, hogy figyelj, ez volt, és csúnyán összevesztünk, vagy valamivel nagyon félrecsúsztunk, és veszekedés lett a vége. De az, hogy egy mondjuk egy 200-as, 1000-es, 2000-es, 5000-es ismerősi kör elé, ne adj Isten, egy blogba, vagy egy influencer valamilyen úton, módon ez fölkerüljön a nagy közönség elé, ez egy lehetetlen helyzet. Tehát ennyi embert, ez elhangzott, nem lehet kezelni, ennyi embernek nincs ehhez köze, nem kell, hogy belelátása legyen, és ezzel egyik fél se tud már, ha úgymond kiszabadult a szellem a palackból, mit kezdeni. A másik helyzet, ami viszonylag gyakori, hogy az online eszközök, meg az egész jelenlét, az valamilyen módon hozzászoktatott minket ahhoz, hogy nem elég, hogy gyors, de állandóan elérhetőek vagyunk, és állandóan ott vagyunk. Tehát, mintha nem lenne jobb dolgunk egész nap, mint hogy azt figyeljük a telefonon, hogy írta a másik, küldötte e-mailt, rám írta, küldötte egy cuki képet, tehát bármi információ érkezette, és megjelenik elégedetlenségként, hogy hát nem reagálsz elég gyorsan, téged nem lehet elérni, hát nem igaz, hogy írtam neked, és már mondjuk fél óra eltelt, vagy 10 perc, 5 perc, kinek mennyi a vérmérséklete, és ezt egyfajta árulásként élik meg megint az egyik fél. Ez főként egy kötődési probléma, főként arról szól, hogy ő neki valami nagyon nagy közelség kell, nagyon nagy figyelem, ebbe lehet szeretet, hiány, figyelem, hiány, nagyon sok minden, ami azért inkább a gyerekkorban gyökerezik. De az, hogy a párjától azt várja valaki, hogy 0-24 figyelmet, odafigyelést, reakciót, reagálást, kommentet, mindent adjon, ez bőven túlzás, ez abszolút túlzás. Arról nem is beszél, hogy lenne képes bárki is úgy dolgozni, hogy fél óránként, 5 percenként föl kell kapkodni a telefonját ilyenek miatt.
Úgyhogy ez is előfordul. A harmadik, ami viszonylag gyakori, az pedig a fölvállalás, az elköteleződés, aminél kicsit a viccekben is megjelenik, viszont nem annyira vicces, hogy hát még nem raktuk ki a Facebookra, még nem írtuk ki a Facebookra, hogy kapcsolatban. Vagy hogy mi mondjuk eljegyeztük egymást, vagy bármi. Tehát, hogy mintha ennek egy ilyen szentesítő funkciója lenne, mintha lenne még egy szint, csapódott volna még egy szint a párkapcsolatokhoz, hogy nem elég, hogy mi mondjuk eljárunk randizni, vagy találkozunk, vagy beszélgetünk, vagy élünk együtt, összeköltözünk. Ennek a közösségi térben is meg kell jelennie, nyoma kell, hogy legyen, konkrét kijelentésekkel, programokkal, beállításokkal kell ezt megtámogatni, és akkor ez így rendben lesz. Ez azért nem mindenkire, tehát hogy azért nem egy olyan általános probléma, hogy azt mondanám, hogy 10-ből 8, 10-ből 2-3 embernél viszont bőven előfordul, és bőven előfordulnak azok a kérdések, levelek, megkeresések is, ahol azt kerül fel, hogy jó, akkor ez most probléma, akkor ez most mit akar jelenteni, most akkor ő hogy bánik velem, most akkor ez mit jelez a mi kapcsolatunkra, hogy ő még nem, vagy én már igen, én már ott tartanék, én már azt mondanám, kiraknám, nem raknám ki, bejelölném, nem reagált, két nap múlva reagált csak, ezek mind-mind kommunikáció szinten is dilemmákat okoznak, hogy milyen gyakran kell egy randi után mondjuk beszélgetnünk, vagy hogyha én küldök neki egy emojit, akkor arra mi a megfelelő, helyes, adekvát válasz, azt hogy kell megfejteni, ez mind a kettőnk számára mit jelent. Tehát itt olyan útvesztők vannak, amiket szerintem élő beszédben, most akár egy telefonbeszélgetésről is lehet szó, 10 másodperc alatt, vagy 1-2 perc alatt le lehetne tisztázni, és el lehetne mondani, hogy mi a helyzet. Viszont egyfelől ebben van egy nyomás, van egy elvárás, és ez így egy kicsit bezavarja ezt az egészet, ami részben újdonság, mert korábban ebben az egészben, mintha egy kicsit nagyobb lett volna a bizalom, kisebb lett volna a feszültség, és mintha tisztábbak lettek volna a keretek, érthetőbbek, követhetőbbek. Lehet, hogy lassan meg kéne jelentetni egy olyan weboldalt, ami az emoji etikettel foglalkozik, hogy tudjuk, hogy a többet 10 000-nyi emoji közül melyik a jó válasz. Melyik szíveske, meg melyik nyelv, hol és mit jelent? Szívesen lennék légy azért egy-két ilyen párterápiát, hogy végighallgassam a fiatal 20 évesek ilyen jellegű beszélgetését. Tibi, viszont nekem az a benyomásom, hogy nyilván, ahol a párkapcsolatok így működnek, meg távolról szövődnek, ott ezekkel vissza is élnek. Ugye hallottunk olyanról, hogy dating scam, ami elsősorban mondjuk az idősebbeket irányozza elő, tudomásom szerint. Neked van-e valami tapasztalatod, visszaélnek-e csalók, online csalók, bűnözők ezekkel a felgyorsult és elsősorban ma már az interneten keresztül szövődő kapcsolatokkal? Igen, ennek az egyik megjelenési formája, hát a befolyásoláshoz köthető úgynevezett randi kapcsolatok, randi csalás, amikor maguk a csalók keresik meg az egyedülálló hölgyeket vagy urakat, és tű pontossággal, minthogyha az egész pszichés anatómiája meg lenne az elkövetőnek, olyan pontossággal közelít az áldozatához, és folyásolja be folyamatosan hónapról hónapra, és egy hosszú munka eredményeként befolyásolva csal ki tőle több százezer, több millió forintot az érzelmeinek a manipulációjával. Ez az egyik, ami hát új trend, ha nem is új trend, ez régen az offline szinten is működött. Kihasználják az online szinteret, azt használják ki, hogy nincsen valós offline kapcsolat, nincsenek metakommunikációs eszközök használva, pont azokat a módszereket használja a csaló is, amire vágyik a másik ember, és rengeteg áldozata van ennek jelenleg, és hát ezt büntetőjogi szempontból sem lehet olyan könnyen kezelni. Tehát ez az egyik formája. A másik, ami ugyancsak egy adathalász módszer, az időskorúak befolyásolása, ami ugyancsak működött hagyományos szintéren, ez most offline vagy online szintéren is, amikor megkeresik őket különböző tartalmakkal, kérésekkel, és így próbálják meg őket befolyásolni. Szóval ez kettő fajta csalás, ami az érzelmeken alapul, most nagyon gyakori, úgyhogy ez működik. És ez hát nagyon nehéz megelőzni, mert nehéz biztonságtudatossá tenni, a felhasználókat, mert az érzelmeikre hatnak. Szóval, hogy ennek egy nagyon nehéz bűnmegelőzési kihívása, ami nehéz alapvetően hagyományos térben is.
Hát most hozzáfűznék ehhez egy korosztályi sajátosságot, akikkel nagyon nem foglalkoznak mostanában, az extrémizmus az online szintére, mondjuk a fiatalkorúakra, és főként azokra a fiúkra jellemző, akik a hagyományos körükben is kicsit kiközösítettek, kicsit a lúzerek, kicsit a ranglista alján lévő fiatalok. Bocsánat, nevezzük nevének, például az incel jelenség. Ezt egy kicsit közel... Nem hallottad még az inceleket? Incelek. Involuntary celibate. Azok, akik nem saját maguk által celibátusban élnek. Aha. Az Egyesült Államokban, elsősorban a 4chan, 9chan rétegen jött létre. Ennek mögött van egy konkrét ideológia is, ami azt mutatja, hogy tulajdonképpen arról, hogy ők nem jutnak nőhöz, ez azért van, mert vannak a fahímek, akik elveszik tőlük, meg vannak a barbik, ugye a szép lányok, akik az alfákhoz mennek. Uh-huh. És kimutathatóan megjelentek, mint terrorcsoport az incelek, uh-huh. ugyanis évente több gyilkosságot, uh-huh. terrorcselekményt követnek el az alfák és a barbik ellen. Igen, ezt a kriminológiai interszexuális erőszaknak tekinti, amikor vannak férfiak, akik elorozzák a reprodukciós lehetőségeket a másik férfi csoporttól, és ez egy elég erős agressziót, meg feszültséget szül a csoportok között, de akkor ez az új online változata, ezt most ismertem meg. Szóval, hogy a szélsőségesség a fiatalkorokat nagyon megcélozza, főként azokat, akik alapvetően kiközösített fiatalok, akik megtalálják ezeket a közösségeket, ami alapvetően a gyűlölet vagy negatív ideológiák mentén működőek, és az online szintereken különböző csoportokban működnek. Tehát konkrétan egy ideologizálás zajlik ebben a közösségben. Elfogadják az alapvetően teleagresszívval, feszültséggel, státuszfrusztrációval rendelkező fiatal fiúkat főként, és aztán elég szépen át is alakítják. Szóval ővelük nagyon keveset foglalkoznak, mert láthatatlanok, de hogy hova tűntek a lúzerek címmel, olvastam el egy angol nyelvű anyagot, amiben pont róluk szól. Ez egy olyan underground, ami későbbiekben fog szülni egy hagyományos szintén is megjelenő erőszakos közösséget, és ez mind az online szintéren termelődik ki. Tehát sokféle jelensége van ezeknek a mintáknak is, de az extrémizmus az most egy nagyon, nagyon eltűnt téma ebből a szempontból. A másik pedig a hackereknek a működése, pontosabban azoknak a fiataloknak, akik látszólag motiválatlan rendszerfeltöréseket követnek el. Sokan azt gondolják, hogy ez is egy társadalmi elvárás, hogy a fiúk viselkedjenek férfiasan. Tehát lehet mondani, egy ilyen kényszer maszkulinitásnak az eredménye az, hogy az én online világomban mutatom meg azt, hogy én mitől vagyok férfi. És hogyha én ahhoz értek, hogy vásárolok mondjuk kódfeltörő programokat, szoftvereket, és azzal én kárt okozok az online szintéren, akkor azzal meg tudom ezt mutatni. Tehát ezek azok az irányok, amik most nagyon, nagyon látens módon működnek, és hogy ez is a fiatalokhoz köthető. Ennyi, igazából ennyit szerettem csak mondani. Sajnos az idő kezd nagyon leketyenni, úgyhogy csak egy zárókörre van időnk, és ez a zárókör kérdése úgy hangzana, hogy rendben, szülő vagyok. Van egy alfám vagy egy Z-generációsom. Mit tegyek holnap, mit tegyek a jövő hónapban, és mit tegyek egy év múlva, hogy biztonságban legyen, és normális gyerek legyen, bármit is jelentsen ez. Mi az, hogy bármit is jelentsen? Most mondtuk. Ha van mondjuk egy alfád meg egy Z-d, akkor én azt mondanám, hogy egy évben kell 2-3 hét olyan nyaralás, olyan helyen, ahol nincsen térerő, akkor ugye nincs veszekedés azon, hogy de add ide, meg a 20 perc, meg a letelt, meg a maradt tegnapról 2 percen, meg az ilyenek. Hát mint egy rendes alkoholistánál, ugye ez a dopamin löketen alapuló szenvedélyes kötődés. Szóval egy térerő nélküli hely még mindig biztosítja azt a múlt századi lassúságot, amikor döbbenetesen kiderül egy család összes tagjáról, hogy tudnak-e még kezdeni egymással valamit úgy nagyjából, mert bárhogyan is szerintem az egy nagyon fontos dolog, akár önmagukon is kipróbálhatják, hogyha mondjuk délután 2-kor leteszik a telefont egy hétvégi napon, akkor utána így mit csinálnak? Hogy még emlékszünk-e egyáltalán, hogy akkor így mi van? Hogy akkor így leül, vagy akkor így
hogy olvas, vagy kimegy a konyhába, vagy mit tud kezdeni magával, mert hogy ugye egy csomó hulladékidőnek látszó, egyébként régi fontos időnk megy el azzal, hogy kapirgáljuk a telefont, vagy elővesszük a tablettet, hogy valami iszonyú fontosat megnézzünk. Tehát úgy veszítünk időt, hogy azt öröm nézni. Tehát mondjuk szerintem egy szülő nagyon vagány, hogyha ezt így valahogy megérti, és ezeket az időket visszatáplálja abba a társas kapcsolati térbe, ahol ők elvileg együtt élnek. Ez azért nagyon fontos, mert később az a 20 éves majd, bármit is higgyünk most, még mindig egy offline világba kell, hogy megállja a helyét. Kell tudnia beszélgetni, kell tudnia empátiával felmérni, hogy milyen közeg az, ahol ott van, kell tudnia, hogy tud megszólalni, kell tudnia kezelni a főnökét. Tehát egy csomó olyan helyzet van, ahol nincs már neki offline gyakorlós gyerekkora, hanem ott kell állnia valahogy megoldandó a helyzetet. A legutolsónak mondott, és mégis legfontosabb dolog, az pont azzal függ össze, amit Gergő is mondott, hogy a párkapcsolatokban látszik az iszonyú türelmetlenség, a válaszoljon azonnal. A hiperkonnektivitás, az azonnali kapcsolati lehetőség, az elintézi már évek óta, hogy az embereknek ne kelljen átélnie a szeparációs szorongást, és ne kelljen megtanulni kezelni azt, miközben a humanoid legfontosabb képessége az lenne, hogy tudjon egyedül lenni. Úgyhogy egy szülő akkor teszi jól, hogyha a szeparációs szorongást valahogy megtanítja a gyerekének, elvéve olykor a telefonját, mert akkor lesz ő egy olyan önálló lény, aki képes létezni, ha egyedül van egy helyiségben, akkor is nem zuhan össze, és nem kell percenként megerősítést kapnia mástól, hogy ő létezik. Úgyhogy körülbelül táblásjátékok, beszélgetés. Hát ilyen bíz az ön előtti dolgok. Gergő? Nem könnyű egy ilyen listát folytatni, nagyon, nagyon sok jó dolog elhangzott. Én amikor szülőkkel beszélgetek, akkor nagyon gyakran érzem azt az elvárást, hogy nagyjából egy mondatban, de lehetne, akkor inkább egy szóban fogalmazzam meg, hogy mit kell csinálni, és akkor minden jó lesz. Én arra jutottam, hogy ez az egy szó, ez a kíváncsiság. Hogyha ők kapcsolatot tudnak úgy találni a gyerekhez, vagy akár az online élete felé is érdeklődnek, hogy ő mivel találkozik ott, mi történik ott, miért érdekes, miért azt az influencert nézi, mi ez a játék, mi történik, a többiek hogyan kapcsolódnak ide, hogy vannak a barátok ezzel együtt. Tehát, hogyha itt az online rész felé is van egy kíváncsiság, akkor egyrészt kevésbé lesz ez tabu, kevésbé lesz ez ilyen tiltott, vagy ilyen ellenségkép, amellett, hogy ennek ugye megvannak a maga szabályai, határai, keretei. És ez a kíváncsiság, ez a kapcsolatokon is, a gyerek-szülő kapcsolatban is nagyon-nagyon sokat tud dobni, nagyon sokat megismerhetnek egymásról, mert előkerülnek azok a történetek, hogy igen, most ez így néz ki, de mondjuk 30-40-50 évvel ezelőtt meg így nézett ki. Vagy volt olyan helyzet, amikor egy tanár, egy kb. 50 év körüli tanár ember mesélte el, hogy náluk is voltak challenge-ek, csak arról egyrészt nem ment fel a netre, de hogy mondjuk beszöktek a nem tudom milyen úszodába, és az volt a challenge, hogy ott valaki végig mere csúszni hason a láb víz, vagy nem tudom micsodán. És ez egy jó poén volt, az volt a menő, aki megmerte csinálni, és utána lenyúzta a bőrt a hasáról, de nem készült róla 677 kép, videó, és nem szavazta meg utána, nem tudom, 1 milliós követőtábor, hogy akkor ez mi volt, és követte még őket, nem tudom mennyi. A másik pedig az, hogyha valakinek nagyon macera az ilyen dolgokról, úgymond szakmai berkekben, vagy egyebekben hallani, akkor nézzen filmeket. Magyar filmek is vannak már, amik a témával foglalkoznak. Ott van például a Svechnye Mihály rendezte, remélem legközelebb sikerül meghalnod. Az egy tipikusan, akiről már szó esett, ilyen perifériára került, bántalmazott és lúzer srácnak a története részben. Egy lánya főszereplő, de a fiú mozgatja nagyon erősen a szálakat, most nem akarok itt spoilerezni. A másik pedig, ami nemrégiben jött ki, tavaly, a FOMO, a Megosztod vagy Uralkodsz, az is egy nagyon-nagyon érzékeny film, ahol egy osztálynak a életébe kapunk bepillantást, ahol a srácok influencerkedni kezdenek, és akkor itt megjelenik az, hogy ők menők, a Falka, így van az a nevük, hogy a Falka, megjelenik azt, hogy kortársnyomás, hogy akkor ez hova vezethet, milyen következményekkel, hát is nagyon komolyan fölteszi a film azokat a kérdéseket,
hogy milyen következményekkel és milyen felelősséggel jár az online lét is, mert egy másodperc alatt eljutunk oda, hogy annak, amit mi ott bepötyögtünk, vagy elküldtük a videót, vagy oda nevetgéltünk egy kép vagy egy komment alá, annak nagyon komoly következményei lesznek, és nagyon komoly hatása van. És egyébként ugyanaz a kérdés már az angol filmben, az online internetes zaklató cyberbuliba is fölmerül, hogy nem tudhatod, hogy te vagy az utolsó csepp mondjuk egy öngyilkosság előtt, vagy hogy mekkora felelősség terhel, hogyha te vagy az, aki elindítja ezt a kommentáradatot, mert te kezdted el először savazni azt a szegény lánynak az éneklős videóját. Úgyhogy én azt mondom, hogy filmekből is nagyon sokat lehet tanulni, nagyon jól megmutatják a jelenségeket, nagyon jól felhívják a figyelmet dolgokra, és nagyon komoly, néha tényleg gyomorszájas kérdéseket tesznek föl, amiről otthon is lehet, és szerintem el is kell beszélgetni, mert ezek a hatások nem fognak elmenni mellettünk, és nem fognak eltűnni a mindennapi életünk része. És nagyon jó egyébként, nagyon értékes és nagyon érdekes eredményt tud hozni, hogyha ilyenkor több generáció összedugja a fejét, és információt cserél, nézőpontot cserél, hozzáállást, mindenfélét, érzelmeket bedobja a közösbe, és ebből mindenki profitálni tud a végén. Tibi. Én csak annyit mondanék, hogy mindannyiunk életében volt egy olyan időszak, mikor fiatal volt, olyanokat tett, amire nem lenne büszke felnőtt korában. Bevallom őszintén, hogy én is tettem olyanokat, hogy ha akkor ott lett volna egy rendőr, akkor nem lettem volna rendőr 20 éve. Mert hogy fiatal voltam és bolondságokat csináltam, nyilván nem voltak ott a szüleim. Tehát, hogy mit tehet egy szülő 6 éves koráig, nagyon sok mindent tehet a gyerekkel, többek között az összes alapvető értéket átszármaztathatja a számára, amitől megkapja azt az alapbázist és immunitást, hogy az élete további részében ki tudjon állni önmagáért. Nem tudunk mindenhol ott lenni, alapvetően arra kell törekedni, hogy rendelkezzen a gyerek olyan immunitással, ahogyha magára marad, akkor meg tudja magát védeni, vagy asszertív módon tudja tudatosítani az akaratát, vagy véghez vinni az akaratát. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy ha már offline szülők vagyunk, akkor legyünk online szülők is, ugyanis ez is probléma. Tehát ott, ahol nem vagyunk, és nem is akarunk lenni, ott nem is vagyunk szülők. Tehát az volna a legjobb, hogyha készítenénk egy családi profilt, vagy készítenénk magunknak egy profilt. A lényeg az, hogy tartsuk ott is vele a kapcsolatot, és építsünk egy olyan offline-online bizalmat, ami az előbb már elhangzott, ami a kíváncsiságon is alapulva azt eredményezi, hogy a gyermekeink mindent megosztanak, amit nem értenek. Mi leszünk az elsők, akik segítenek nekik feldolgozni azokat a dolgokat, amiket ők nem tudnak, vagy nehéz nekik. Tehát legyünk ott mindig, hogyha szükség van ránk, viszont nem kell ráerőtetni magunkat az életükre. Én ennyit mondanék csak, és köszönöm szépen a szót, és ennyi. Egy mondatot mondani. Persze, természetesen. Így csak a mentális vagy érzelmi apparátus egészsége érdekében van három dolog, csak tökre elfelejtettem, amit a kutatók szoktak mondani. Az egyik az, hogy tessék printet olvasni, vagyis igazi könyvet egy gyerekkel. A másik az, hogy tessék komoly zenét hallgatni, és vagy hangszeres tudásra biztatni egy gyereket. De ha nem akar se fuvolázni, se zongorázni, se semmi, mert ez elképzelhető, akkor komoly zenét kéne időnként hallgatni. És a harmadik, hogy valamit sportolni kell. Ez nagyon-nagyon fontos, az aktív mozgás. Ez a három, ez nagyon jót tesz a központi idegrendszernek. Köszönöm szépen beszélgető társamnak, én pedig egy szintén a Social Dilemma címből, filmből származott rövid jó tanácssal látnám el önöket, hogy mutassanak példát a gyerekeknek, így például az én tékövéjem, az én eredményem ezután a film után azóta egyrészt kikapcsoltam a telefonommal a közösségi hálózat értesítéseit, másrészt letöröltem a Facebook applikációt, az így felszabadult egy órában pedig hihetetlen mennyiségű időm lett sportra, illetve olvasásra, úgyhogy, és a gyerekek ezt abszolút értékelik. Köszönöm szépen még egyszer beszélgetést Tari Anna Máriának, Villányi Gergőnek és Kis Tibornak, remélem, hogy élvezték. Az időnk lejárt, de gondolom, hogy ha kérdésük van, akkor a beszélgetőtársak még itt maradnak. Jó délután, szép estét kívánok mindenkinek! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen a kerekasztal beszélgetés tagjainak, Csaba, neked a moderálást, hogyha valakinek van kérdése,
az előadókhoz, akkor azt most ne habozzon és tegye fel. Hogyha van kérdés, akkor viszem a mikrofont. Köszönöm szépen. Én nagyon köszönöm ezt a beszélgetést először is, számomra nagyon érdekes volt, és még bírtam volna hallgatni itt a beszélgető előadóknak a hozzászólásait. Nekem egy kérdésem lenne, itt elhangzott, hogy a szülőknek, illetve már sokat beszéltünk erről, hogy, vagy hát több előadáson is elhangzott, hogy a szülőknek milyen óriási felelőssége van, főleg a kicsi gyerekek nevelésében és az IKT használatára való ráhatásában. Illetve itt elhangzott az is, hogy ez a döbbenetes szám, hogy már az óvodás korúak körében is milyen magas a saját IKT eszközzel való rendelkezés. Illetve az, hogy azokra az előadásokra, amik arról szólnak, hogy szülőknek tudatosaknak kell lenni, kontrollálni, stb. Most is elhangzottak ezek az ajánlások. Ezeken is azok vesznek részt, akik erre nyitottak. Hogy kérdésem az lenne, hogy egyrészt milyen tényezők játszanak abban szerepet, hogy a szülők hogyan állnak ehhez hozzá, hogy ez inkább pszichés tényezőktől függ, vagy inkább társadalmi tényezőktől, mondjuk iskolázottság, társadalmi státusz, és hogyan lehet elérni azokat a szülőket, akik kevésbé nyitottak, és akik hárítják maguktól ezt az egész dolgot. Akkor megkezdem a válaszadást, aztán jól átadom. Szerintem nyilván függ a szülők státuszától, de nem úgy, ahogy gondoljuk. Én nekem nagyon helyes, ezt most így letagadom, hogy mondtam, de hogy az igazi, nagyon egyszerű cigányasszony Borsodban tartottam előadást, odajött, hogy egy nagymama volt, és nem mondom el, hogy mit mondott, hogy az unokája szelfién, hogy ő mit látott meg a gatyahoja alatt, amit nem kellett volna, és hogy a lánya milyen hülye, aki erre elvette a telefont, mert ő józan észre azt gondolja, hogy ezt nem a telefont kéne elvenni. Ugye ehhez képest, ha elmegyünk valami elitkerületbe előadást tartani, akkor lehet, hogy nem ennyire kézenfekvő a reagálás. Szóval inkább azt mondanám, hogy karakter függő, és nagyon attól függ, hogy egy szülő inkább fél, vagy inkább szembenéz a nehézségekkel. Az a tény, amit a kutatók 2 éve mondanak, hogy a családnak médiastratégiát kell alkotni, az azért van, mert egy médiával elöntött életben élünk, de ennek a felismerése, vagy hogy a tudatosulása nyilván éveket vesz igénybe, hogy mire rétegződik újra a média, mire az ingyenes tartalmaktól eljutunk a fizetőség, mire az értéktelen sikerül elválasztani az értékestől, évek telnek el, holott 10 éve már annak, hogy egy ki akartam vágni a rezet, egy olasz kutató írta le, hogy 0 kritikai gondolkodásunk van, mindent ugye fogyasztunk. Ebben az értelemben a szülő ugyanúgy autodidakta, és az, hogy mit fog tenni, attól függ majd, hogy kinek hisz. Ez így működik az internet korában, hogy nem feltétlenül a józan eszére és a bölcsességére fog hallgatni, hanem arra, amit nagy dömpingben olvas és lát. De majd én azt gondolom, hogy eljön a józan észkora, amikor rá fog jönni, hogy mégiscsak kell média stratégia. Egyébként, hogy ez alapvetően nem egy iskolázottsági vagy szociális státusz függő. Én olyan nyomokat látok inkább, hogy mondjuk milyen az anyagyerek vagy a szülőgyerek kapcsolat, milyen a kommunikációjuk, mennyire van ez az egész digitális világ, vagy okostelefon, vagy bármi demonizálva, vagy mennyire van az közölve, hogy igen, ennek vannak jó oldalai, érdekes oldalai, vannak veszélyei. Hogy bizonyos viselkedések, hogy például a gyerek oda tud-e menni a szülőhöz, a bajba keveredik, vagy ha hülyeséget csinál, és akár online. Tehát, hogy itt ezek mind-mind szerintem nagyon fontos részét képezik az egésznek, és nagyon sok szülő, igen, tehát az autodidakta az nagyon jó szó rá,
hogy tanulja ezt a dolgot, adott esetben néha hibázik, vagy nem feltétlenül jó helyre rakja a hangsúlyokat, de összességében mindenhol elindult egy törekvés legalább, hogy egy kicsit jobb legyen, vagy egy kicsit biztonságosabb legyen, vagy élhetőbb ember közelébb. Ahol viszont erre nincs rálátás, vagy ahol egyfajta ilyen nagyon ráhagyás van, ez viszont már nem azon múlt, hogy most az okostelefon, vagy éppen melyik kerület, vagy melyik megye. Én nekem az a meglátásom, hogy ott valahol, valami máshol csúszott félre, és ez már csak egy rárakódott réteg, ami éppen itt manifesztálódik.